A Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikum és kollégiuma a szépészeti képzések területén eddig is bő kínálattal rendelkezett, azonban ez tovább szélesedik, ugyanis a fodrász és kozmetikus technikus mellett a kéz- és lábápoló technikus szakma oktatása is kezdetét veszi. Mindezekhez a képzési feltételek jelentősen javultak az elmúlt hónapokban, mondja Juhász Gábor, intézményvezető. A szakképzési centrummal közös beruházásként 4 tanterem megújulása történik jelen pillanatban is. Ezek közül 3 tanteremnek a festése, újra burkolása történt meg, illetve a berendezése mind a 4 tanteremnek teljesen megújult. Nem csak új, hanem sokkal modernebb eszközök kerültek be a rendszerbe. Ez lehetővé teszi azt, hogy a szakmai képzési évek, a szakmai képzési rész az sokkal modernebb, 21. századnak megfelelő körülmények között zajlódjon az iskolában, mind a 3 szakképesítést tekintve. Ezek a termek négyzetmétereit tekintve nagyjából 200 négyzetméteren terülnek el. A beruházások összegéről annyit lehet mondani, hogy néhány 10 millió forintról beszélünk, tehát gyakorlatilag egy 20 millió forintos fejlesztésről van szó. Itt minden eszköz nagyon nagy értékű eszköz, és ezért is van itt jó helyen, mert itt ezek az eszközök nagyon komoly megbecsülésnek vannak kitéve, vagy ha úgy tetszik, a diákok és a kollégák is nagyon nagy becsben tartják ezeket az eszközöket. Elektronikusan tudjuk őket állítani, teljes mértékben a vendég kényelmének megfelelően. Az ágyakat teljesen el tudjuk alakítani masszázságyá, ami azt jelenti, hogy a viszínbe helyezése után ugye szükség esetén, ha hasra fekszik a modell a testmasszázsnál, akkor így is minden kényelme biztosítva van. Az új több 100 000 forint értékű kozmetikai ágyakat mutatja Pálinkás Andrea, a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikum és kollégium kozmetikus szakoktatója. Jelenleg még új illata van mindennek, annyira új, hogy a diákok még egy kicsit sem szagolhattak bele. 90%-os készültségben vagyunk, azt gondolom, hogy a nagy dolgok a helyére kerültek, még vannak kis apró cseprő szépítési hiányosságok, amiket már alig várunk, hogy be tudjuk fejezni. Én azt gondolom, hogy most már elmutatjuk, hogy tényleg 21. századi tanműhelyen rendelkezünk, 8 kezelőszékekkel, minden kezelőszék azt gondolom, hogy tud mindent, ami a mai korban elvárható, a gépi felszereltség, a teremnek a nagysága. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a jövő kozmetikus képzése színvonalas legyen. Az idősebbek számára is indulnak 2 éves képzések. Felnőttek számára az iskolának a fő profilja a duális képzés, ezen kívül azonban tudunk biztosítani akár felnőtt képzést, akár a végzett kozmetikusok számára már mesterképzést, illetőleg egyéb tanfolyamok lebonyolítására kiváló új felszereltermekkel rendelkezünk. Tehát a nappali képzés azt jelenti, hogy most a lányok 2 napot vannak iskolai keretekben, ahol az elméleti képzés folyik, és a gyakorlati helyeken szerda, csütörtök, pénteki napon vannak, ahol a mesterektől a szakma fortéját tanulják meg. Azt gondolom, hogy sokkal eredményesebben tudnak így részt venni a gyakorlatokon. Az eddigi képzés ugye 1 hét iskola volt, és 1 hét gyakorlat. Itt azt gondolom, hogy heti rendszerességgel tudnak, úgyhogy talán azt gondolom, hogy a gyakorlat sokkal hétköznapibbá válik így. Ez egy gyönyörű szép szakma, rendkívül nőies, a divattal foglalkozik, ezért is gondolom, hogy ennyire divatos mindig a fiatalok körében. Az a kis szépséghibája a dolognak, hogy sok diák azt gondolja, hogy elég a szép fehér tisztaság és a divat ehhez a szakmához, de azt gondolom, hogy elég komoly szakmai háttér kell hozzá.
Nem csak a kozmetikus, a fodrász tanulók is megújult környezetbe térhetnek majd vissza. Közéjük tartozik Érsek Ivett, 12. évfolyamos diák is, aki szerint soha nem volt kérdés, hogy mivel szeretne a jövőben foglalkozni. Kiskorom óta szerettem volna már fodrász lenni, és adatott ez a lehetőség. Nagyon szeretek idejárni, tanárok nagyon jók, szeretem nagyon. Szeretnék egy üzletet nyitni mindenképpen, így egyedül. Szerencsére volt lehetőségünk a 2020-21-es tanévben megújítani a termünket. Nagyon jó ez, mert korszerű eszközöket kaptunk, ez nagyon fontos a diákjainknak is a továbbtanulási lehetőségekben. Nagyon népszerű egyébként, és egyre népszerűbb, tehát a szolgáltatóipar nem csak a fodrász, hanem a köröm, kozmetika és a többi. Reméljük, hogy ez így is fog maradni a közeljövőben, és minél több diákot várunk a szolgáltatóiparba. A szépészeti ágazat, illetve az összes technikus képzés azt gondolom arról szól, hogy jelentős mértékben megváltoztak. Nem csak az elvárások, hanem a követelmények is. Ezek a fejlődésnek magával járó következményei. Azt gondolom, hogy mind a technikus képzések, mind pedig a 3 éves szakmunkás vagy szakképzős képzések, azok arról szólnak, hogy kövessék a technológiai fejlődést, kövessék az elvárásoknak a fejlődését, és azért aki szépészetben dolgozik, az tudja, hogy ő emberekkel dolgozik. Az emberekkel való foglalkozás egy roppant nehéz szakma. Azt gondolom, hogy ez hivatástudat nélkül biztosan nem működik. Ahhoz, hogy ehhez meglegyen a motiváció és meglegyen a kellő szakmai tudás, ahhoz egy ilyen tanműhelyre, egy ilyen elméleti és gyakorlati oktató bázisra van szükség. Nyilván a bővítésre azért is van szükség, mert látjuk azt, hogy az igények ebben az irányban milyen megnövekedett mértéket mutatnak. Az elmúlt 2-3 évben nyugodtan mondhatom, hogy megduplázódott a jelentkezők száma a szépészeti ágazati képzésekre, és ugye itt csak érettségével együtt szerezhető meg ez a szépészeti ágazati képzés, akár a fodrász, akár a kozmetikus technikus, akár a kéz- és lábápoló technikus szakképesítés. Tehát van egy elvárás már a belépésnél is, és természetesen a képzés folyamán végig, és az elvárás ez nem csak arról szól, hogy tanulmányilag megfeleljen valaki, hanem az emberekkel való foglalkozáshoz is meg kell felelni nagyon sok követelménynek. Azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben vannak a tanulók, hogyha erre a képzésre hozzánk jelentkeznek.